Részleteket közölt a hvg.hu egy olyan rendőri jelentésből, amely Varga Judit akkori igazságügyi miniszter és az akkor még férje Magyar Péter közötti veszekedés után készült. A miniszter védelmét ellátó rendőr úgy érzékelte, hogy Varga Judit fél, miközben a férje egyebek mellett kiabált vele és fenyegetőzött. A jelentés szerint végül rendőrautó vitte Varga Juditot és gyermekeit Miskolcra, és azt is írták, hogy a saját autójában ülő Magyar Péter veszi a környezete életét, testi épségét. A pártalapításra készülő férfi szerint egy szimpla családi vitát való tanállításokkal színeztek ki. Úgy sem hisznek majd neked, ezzel a címmel közölt cikket hétfő este a HVG.hu. A a volt igazságügyi miniszter és ex még 2020-ban történt nézeteltéréséről ír, amiről akkor rendőrségi jelentés is készült. Mint írják a jelentésben a veszekedés előzményeiről, a varga Judit védelmét akkor ellátó rendőr azt írta, a miniszter kérte, hogy menjen el vele a lakásukhoz, így lehetett tanulja a pár egyre hangosabb szóváltásának. A rendőr saját állítása szerint úgy érzékelte, Varga láthatóan félt, és a jelenlétük nélkül kiszolgáltatott helyzetben lett volna. A jelentés szerint a veszekedés közben magyar Péter azt kiabálta, hogy varga Judit nem mehet sehova, nem biheti magával a gyerekeket. A rendőri jelentésben foglaltak szerint a férfi azzal fenyegetőzött, hogy majd megbánod még ezt, úgysem hisznek majd neked. Az egész kormány bele fog ebbe bukni, óriási botrányt csinálok ebből. Varga Juditot végül rendőrautó vitte Miskolcra. A rendőri jelentés szerint a saját autójában ülő Magyar Péter veszélyeztette a környezete életét, testi épségét. A rendőri felszólításnak vonakodva vagy egyáltalán nem tette leget. Agresszív, megfélemlítő, fenyegetőző magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban riadalmat, megbotránkoztatást keltsen. A hvg.hu hangsúlyozza, Magyar Péter a jelentés felbukkanása előtt maga is részletesen elmesélte egy veszekedését a volt igazságügyi miniszterrel. Mint írják, ezt ő háttérbeszélgetésnek szánta, ám később letiltotta a kollégájukkal folytatott beszélgetés idézését, majd a szóban forgó történetet a Facebookon a saját olvasatában közölte. Ebben azt írta, egy szimpla családi vitát valótlan állításokkal sikerült izzadságszagúan kiszínezni.